Hát én azért kimondom, bevállalom, Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom vezetője a vendégünk. Jó reggelt, jó reggelt kívánok! Tegyünk egy nagyon pici magyarázatot erre. Mi ez a T. László, meg az ön feje előtt folyamatosan egy fekete kocka, vagy a saját pártlogójuk? Miért nem mutatja meg magát? Ilyet még nagyon ritkán lát az ember. Én szeretném megmutatni magam, volt 207 ezer követővel rendelkező Facebook oldalam, de azt az európai parlamenti választások hajrájában egyszerűen törölték. Egyébként ez egy nemzetközi trend volt azon a héten, nagyon sok politikus közszereplő oldalát törölték az Amerikai Egyesült Államoktól Lengyelországig, valószínűleg beleestem ebbe a szórásba, de hát érdekeket sértünk. Ugyanúgy a balliberális cenzúra érinti a Mi Hazánk mozgalmat, mint akár a kormánypárti cenzúra, és hát milyen érdekeket sértünk mondjuk a Facebook esetében. Leginkább arra tudok gondolni, hogy amikor ez a nagyon durva és egyre erősödő LMBTQ vagy homoszexuális propaganda ellen mi egyedüli politikai formációként felemeltük a hangunkat, akkor ez nagyon nem tetszett mondjuk a Facebooknak, ott már nem lehet elmondani a véleményünket sem ezzel kapcsolatban, de mondjuk tegnap éppen a MÁV katasztrofális helyzetéről tartottunk sajtótájékoztatót a keleti pályaudvar előtt, és nem meglepő mondom, mondjuk a Hír Televízió kamerája vagy mikrofonja nem volt ott. Úgyhogy mindig, amikor valamilyen érdeket sértünk, akár kormánypárti, vagy akár ellenzéki, mondjuk balliberális ilyen propaganda gépezeteket megsértünk, akkor általában cenzúra éri a Mi Hazánk mozgalmat, úgyhogy dicséret illeti önöket, hogy bemertek hívni. Hogy kimertük mondani a nevét is. Veszel ki egy pillanatnyi levegőt, mert hogyha már ön is vett egy pillanatnyi levegőt, akkor megpróbálom megkérdezni, vagy rákérdezek erre a MÁV-ra. Azért azt látni az önök politikai karakteréből, arcéléből, hogy elsősorban politikai kérdésekkel foglalkoztak, és hirtelen bejött ebbe a Magyar Államvasutat. És akkor egyszerűen van egy olyan szó, amit én úgy gondolom, hogyha 100 szót össze lehet párosítani, akkor egyet nem tudtam volna korábban, a MÁV-ot meg a betyársereget. Ez hogy jön egymáshoz? Ez úgy jön egymáshoz, hogy én azt gondolom, hogy a parlamenti képviselőkkel, vagy képviselettel rendelkező pártok közül mi állunk a legközelebb a magyar emberekhez, a magyar néphez. Mozdonyvezetők, egyébként buszsofőrök is igen nagy számban vannak a tagjaink között, és tőlük hallottunk arról, hogy milyen elképesztő katasztrofális állapotok vannak a MÁV-nál. Az elmúlt években több száz kalauzt, jegyvizsgálót, vasúti dolgozót bántalmaztak, egyre durvább, egyre több garázda cselekményről kapunk híreket, és hát a vasutasok szakszervezete szerint 1500 dolgozó hiányzik a MÁV-nál, a MÁV vezetése szerint 800 dolgozó, ez mindenféleképpen azonnali béremelést kíván. Mi egy 50%-os béremelést követelünk a vasúti dolgozók számára. Egy olyan szolgáltatásról, állami szolgáltatásról van szó, amely több százezer magyar embert érint. Nagyon sok ember ingázik akár a munkahelyére, akár az iskolába, hogyha ők mondjuk egy órát késnek az elmúlt időszakban, összesen 4 évet késtek a MÁV szerelvényei, mondjuk egy órát késik valaki a munkahelyéről, vagy az iskolából, annak ugye súlyos következményei lesznek, tehát nem beszélve arról mondjuk, hogy a higiéniai állapotok azok egészen balkáni, mondjuk a moldvai, vagy a boszniai vasúttársaság színvonalánál lényegesen rosszabb. Volt már boszniai vonaton? Én voltam boszniai vonaton, igen, sőt, Boszniában még az iszlám állam toborzó falujában is jártam, úgyhogy erről sokat tudnánk szerintem mi ketten beszélgetni. De azt hogy jön ehhez a betyársereg? Boszniában jobb a helyzet. Hogyan jön mindehez a betyársereg? Hát úgy, hogy mi egy akciósorozatot hirdettünk meg, egyébként szórólapokon, matricákon, plakátokon keresztül tájékoztatjuk a országszerte mostantól az utazóközönséget arról, hogy milyen lépéseket teszünk. A betyársereggel jövő héten fogjuk majd azt megmutatni, a tévékamerák is nyugodtan követhetnek minket, hogyha mondjuk felszállok 20 betyársereg taggal, mondjuk a Romániába tartó nemzetközi járatra, ahol egyébként nagyon durva állapotok vannak, akkor lehet majd látni, hogy milyen nyugalom lesz azon a vonatszerelvényen, és ezzel azt szeretnénk bebizonyítani, hogyha például a vasútőrséget, amit kiszerveztek, nyilván ez is egy nagy biznisz valamelyik politikusnak vagy kormányhoz közel álló politikai formációnak, azzal a kiszervezéssel olyan biztonsági őrökre bízták a közbiztonságot a vasúti járatokon, akik nem értenek ehhez. A vasútőrség tagjai között olyanok voltak, akik szakmailag is értettek mondjuk a vasúthoz.
és közbiztonsági feladatokat is el kellene látniuk, hiszen hogyha ott lennének, akkor nem történnek támadások sem az utazóközönség ellen, sem a mondjuk a jegyvizsgálók azt ellen. Azt is ígértük, hogy beszélünk a kampányról, az önkormányzati választásról. Amit most lehetett hallani önökről, ugye, hogy 13 megyében lehet a Mi Hazánk mozgalom listájára szavazni, meg hát olyanokat is lehetett hallani, hogy halottak aláírása szerepel a Mi Hazánk mozgalomnak a ajánlóiben. Ön erre azt mondta, hogy természetesen ki fogják vizsgálni, és utána mennek, és amennyiben ez bebizonyosodik, annak lesz következménye, de hogy fordulhat ez egyáltalán elő, hogy elkerül? Én azt gondolom, hogy az a pártelnök, aki mondjuk olyan ígéretet tesz, főleg egy választási kampányban szoktak pártelnökök nagyokat ígérni, aztán utána elfelejtik azokat megvalósítani, aki azt ígéri, hogy az ő pártjának soraiban, akár a képviselőjelöltek, vagy a képviselők között soha nem lesz mondjuk egy korrupt, vagy egy csaló politikus, az egészen biztosan hazudik a választópolgároknak. Hát ez pártjában van ilyen, ezek ezer, szerint? Hiszen 1047 képviselőjelöltünk van most az önkormányzati választásokon, 1047 emberből lehet egy, aki mondjuk nem tisztességesen, mondjuk nem úgy gyűjti az ajánlásokat, mint én magam ásotthalmon az ABC előtt, ahol mondjuk 2 óra alatt gyűjtöttem 150 aláírást, hanem lehet, hogy tisztességtelen módon. Mindenféleképpen ezt kifogjuk, ezt a sajtóhírt vizsgálni. Hangsúlyozom, ez egyenlőre sajtóhír, ugyanis a pártigazgatónk az illetékes jegyzővel beszélt, és sajtóhírekkel ellentétben ő azt mondta a pártigazgatónknak, hogy nem tett feljelentést az ügyben, már pedig azt gondolom, hogy a nyomozó hatóságok dolga kideríteni, hiszen én nekem nincs erre jogosultságom, nem ismerem ezeket az adatokat, nem tudom kinyomozni, hogy élő halott, vagy esetleg nem Magyarországon tartózkodó, magyarországi lakcímmel nem rendelkező személyekről van szó, hiszen ez még nem tisztázott. Én úgy tudom, megint csak sajtóhírek szerint, hogy a Munkáspárt és a Mi Hazánk zuglói tagjai ellen tett ilyen jellegű feljelentést egy ellenérdekelt politikai jelölt, tehát nyilván ezt ki kell vizsgálni. Azt tudom mondani, és szerintem ez a legfontosabb, hogyha bármi ilyesmi előfordul a mi politikai közösségünkben, a Mi Hazánk mozgalom soraiban, akkor az azonnali kizárással jár, tehát nem maradhatnak olyanok közöttünk, akik tisztességtelen eszközzel akarnak kampányolni. Mondjuk az semmiképpen nem sajtóhír, hogy ugye Volner János otthagyta a Mi Hazánk mozgalmat. Szerintem többünket meglepett, ahogy ön is fogalmazott, önt is meglepte, mert hogy eléggé váratlan volt ez a döntés, és elég csúnyákat mondott önökről. Azt mondta, hogy ezzel a 2006-os gárda nosztalgiával már nem lehet előre haladni, és hogy kormányzati szereple esélytelenek, a társadalomra érdemi hatást nem fejtenek ki, annyira pici ez a párt, nincs jelentősége, úgyhogy elment. Ezt hogy értékeli? Csak azért kérdezem, mert amikor ugye ő eljött a Jobbikból, akkor arra lehetett számítani, hogy ha valaki, hát ő aztán majd előre viszi az önök mozgalmát. Volnár János nem lépett be a Mi Hazánk mozgalomba, ezt fontos hangsúlyoznom, tehát nem a Mi Hazánk mozgalmat hagyta el, hanem a Mi Hazánk képviselői csoportjára. Ennek mondjuk ebből a szempontból nincs jelentősége. Képviselői csoportba lépett be. Politikai közösséget, ha már ön ezt mondta, akkor a politikai közösségüket választotta, a politikai közösségüket elhagyta. Szerintem ez így akkor ez így korrekt. Ez így van. Abból a szempontból lepett meg az ő lépése, hogy semmiféle konfliktus nem volt közöttünk, semmiféle olyan komoly, akár a politikai irányvonalunkat illető kritikát nem fogalmazott meg, ami mondjuk releváns lett volna. Abból a szempontból meglepett. Abból a szempontból viszont nem lepett meg, hogy több mint fél éve inaktív volt, mindig meghívtuk az elnökségi ülésekre. De mi lett ennek az oka, hogy ennyire inaktív volt, hiszen nagyon aktív volt, amikor belépett. Meghívtuk az elnökségi ülésekre, ezekre már nem jött el, nem vett részt rajta. Én úgy gondolom, hogy nem találta meg a számításait a Mi Hazánk mozgalomnál. Nyilván Volner János tudja elmondani, hogy miféle számításai voltak. Egy biztos, hogy attól függetlenül, hogy valaki szerint nem elég modern vagy progresszív ugyanazt mondani, mint 25 évvel ezelőtt, mert ugye én nagyjából ugyanazt képviselem, mint 25 évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy attól függetlenül nekünk arra kell fókuszálni, hogy ezeket a társadalmi problémákat, amiről beszélünk, akár a multinacionális cégek előnyét a magyar kis- és középvállalkozásokkal vagy mikrovállalkozásokkal szemben, és hát nyilván reggelig sorolhatnám, nincs rá műsoridő, ezek nem valósultak meg, ezek a követelések. Valóban nincs rá műsoridő, pedig reggel van. Egy darab számot mondjon, tényleg csak egy darab számot. Hány polgármesteri székkel lenne elégedett? 34 polgármester jelöltünk van, természetesen én annak örülnék, hogyha mind a 34-en megnyernék, de nekem is meg kell nyerni Ásotthalmon, és van 2 komoly kihívóm, úgyhogy küzdünk. Köszönöm.